Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen. Ahogy látjátok, nem máshol vagyok, mint itt a tengerparton. Onnan nézz! Gondoltam, hogy jól nem dolgozok, és kijövök, lefilmezem nektek a napfelkeltét itt Ausztráliában, ugye itt a keleti parton. Ugyanis innét a vízből jön fel a nap, ahogy láttátok, meg látjátok. Nagyon sokan vannak lenne, komolyan mondom, mindenfelé emberek sétálnak, futnak, fényképeznek, rettentő sokan fényképeztek, és ugye nagyon régóta ígértem nektek, hogy meg fogom ezt tenni, ha egyszer nem dolgozok, és lesz kedvem, lejövök, és lefilmezem nektek ezt a napfelkeltét. Ma ez megtörtént, reggel rettentő álmos voltam, de felkeltem. 6 óra 5 perckor jött fel a nap. 5 óra 10-kor keltem, kiautóztam ide ugye a tengerpart, egy kb. 10-15 perc volt, mire ide leértem, és próbáltam minél többet filmezni több helyszínről, úgyhogy a hazamegyek ugye majd megszerkesztem, és meg látjuk, hogy mi sült ki belőle. Amúgy fürdeni nem fürdenek, én nem láttam, inkább szörföznek, nagyon sokan bementek ugye szörfözni, meg ott a túloldalt vannak, várj, ide felmegyek ide, és itt van egy ilyen buckás valami, ide fellépek, kicsit többet lehet miért max látni, ott a túloldalt nagyon sokan futkorásznak, meg fényképeznek, komolyan mondom, nagyon sokan fényképeznék egymást, saját magukat. Ott például, ott nem tudom, látod-e vagy nem, de kutyákat fényképeztek. Aztán volt itt egy ilyen terhes néni, őt is lefényképezték. Rettentő szép, komolyan mondom. Az időjárás amúgy jó, képzeld el, nincsen hideg, azt hittem, hogy nagyon hideg lesz. Egyáltalán nem volt hideg, olyan 20 fok közt, én azt mondom, hogy 20 fok körül lehet. És majdnem, hogy melegen van, felhúztam ezt a hosszú jut, ahogy látjátok, egy rövidnadrágot. A szél szinte nem fúj, alig fújdogál. Ahogy láttam, képzeld el, nem tudom, hogy láttátok-e nem, vagy a videón, ezek a halászhajók, ugye éjszakára kivennek halászni, és ilyenkor reggel jönnek be. Úgyhogy én most nem más fogok csinálni, mint egy kicsit itt járkálok körbe, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogy csinálok egy élőadást a YouTube-on. Mire ezt a videót ti nézitek, addigra valószínűleg az élőadás megtörtént. Elfelejtettem elhozni a fülhallgatómat, meg a mikrofonomat, hogy annélkül kell, hogy csináljam. Remélem, hogy össze fog jönni, hogyha nem, akkor majd legközelebb. Azt hiszem, hogy én addig ide leülök, és remélem, hogy majd rendesen fogtok tudni látni. Hoztam magammal amúgy egy energia italt, egyen már meg is ittam. És mikor reggel felkeltem, én alig voltam magamnál, komolyan mondom. Mikor megyek dolgozni, akkor ugye 7-kor kezdek átlába, és olyan 6 óra környékén kelek, egy órával előbb kellett kelni, és rettentő álmos voltam. Még nem is reggeliztem, majd hazamegyek, majd reggelizek valamit. A család amúgy még aludt, mikor eljöttem. A feleségem az előbb hívott, hogy most ébredtek fel, ugye a Davis is, a Lucas még mindig alszik. Hazamegyek, és valamit majd fogok reggelizni, ugye, és most már kezdek egy picit éhes lenni. Most már itt vagyok több mint egy órája, másfél órája. Nem, egy órája vagyok itt, egy picivel több mint egy órája, és másfél órája ébredtem fel. Na minden, még amúgy nem vagyok magamnál, csak beszélek össze-vissza ki a fejemből. Úgyhogy előveszem most a telefont, beállítom ezt a YouTube élőadást, és mire ezt a videót ti nézitek, én remélem, hogy sikerült. Az akkumulátorom amúgy kezd lemerülni, nálam van a GoPro is, úgyhogy az egyik kamerám lemerülne, még közben itt filmezek, akkor itt a másik, ami remélem, hogy jól sikerültek a felvételek. Befejezte az élőadást, közben ide kisétáltam, hogyha velem voltat ugye az élőadás, akkor látjátok, hogy merre jöttem meg, vagy jöttem. Egyszer megszakadta az élőadás, azért, mert nem volt rendes térerő, hogy miért fogalmam nincsen, úgyhogy újra kellett kezdeni. Azért remélem, hogy élvezhető volt, mert egy páran mondtátok, hogy a kép az elég pixeles. Hogy miért nincs itt térerő, nem tudom. Általában mindenhol van térerő, de valami oknál fogva ma reggel nem volt. Úgyhogy majd lesz legközelebb is élőadás, úgyhogy ha lemaradtatok róla, nem kell aggódni, hogy a tengerparton lesz megint ilyen kora reggel, abban nem vagyok biztos, mondjuk nálatok este van éjszaka, és gondoltam, hogy ugye ilyenkor azért még nem alszatok, mert nálatok ilyenkor 10-30 vagy 11 óra volt, ugye? Valami ilyen környéke. De majd lehet, hogy még a Lucasszel egyszer majd kijövünk, ha nem is mostanában, ugye? Ilyenkorán, ugyanis mondtam Lucasnek, hogy kelljél fel, gyere le velem, csinálunk egy élőadást, lefilmezzük a napfelkeltét, és nem akart felkelni, nagyon álmos volt, úgyhogy hagytam. Mindegy, úgyhogy én most visszasétálok az autóhoz. Reméljük, hogy nem találkozunk kígyóval. Amúgy mutattam, hogy hol vagyok, ide elsétáltam. Itt fejeztük be az élőadást. Végülis azért fejeztük be az élőadást. Egy azért, mert nem volt rendes térerről, a másik meg az, mert lemerült a telefonom. Majdnem, ugyanis 10-11%-on volt. Jelenleg most 7%-on van.
reméljük, hogy ki fogja tartani magát, még hazérek, aztán gyorsan felrakom töltőre. Vagy nem tudom, hogy miért merült le ilyen gyorsan. Este feltettem, reggel, amikor levettem, 100%-on volt. Az éladás nem volt több, mint egyszer volt 10 perc, megnéztem utána meg 16, nem, először 16, utána meg 10 perc, hogy miért merült le ilyen hamar, fogalmam nincsen. Ami itt futkorásznak az emberek, ahogy látjátok, nagyon sokan lent vannak, nem gondoltam volna, hogy ilyen nagyon sokan lent lesznek ma reggel, bár ugye vérszünet van, minden zárva. Ugye lehetett volna gondolni, hogy lejöttek szörfözni az emberek, sétálni, nagyon sokan készítettek fényképeket, filmezték magukat a napfelkeltét, ugyanúgy, ahogy én, csak nem beszélt senki a kamerába, de egyedül én, na mindegy. Amúgy jó volt ez a kis séta szerintem. Én néha szeretek sétálgatni, ugye, főleg itt lent a tengerparton, mert ilyenkor a reggel sose szoktam sétálgatni a tengerparton. Ott az életmentő torony. Na mindegy, most nem megyünk oda le, megyünk egyenesen tovább. Megjöttem. Elég sok autó lett, komolyan mondom, itt körülöttem reggel, amikor ide érkeztem a parkolóba. Csak nézem a karamát, rendben van-e minden, de rendben van. Mikor ide érkeztem reggel a kamerába, nem reggel a kamerába van, hanem a parkolóban reggel a kamerába. Reggel a parkolóban, amikor megálltam az autóval, nem volt körülöttem senki se. Most autó, mikor az autón kívül van még autó, csak azt nem látjátok az autótól. Ahú, bevertem a fejemet. A szemegemet rajtam maradt. Ugyan, hazamegyünk. Én mindig nem vagyok magamnál. Ilyenkor kell egy óra vagy kettő, hogy magamhoz térjek. Hazamegyünk, megregelizek, és folytatjuk a napot tovább. Hozzáérkeztem, hogy látjátok, nem mások most csinálni, mint megregelizek. A Lukasz felébredt, szárbusz, hogy aludtál? Jó. Nem jöttél el velem a tengerpartra? Én nem fel kellett 4:30-kor. Nem 4:30-kor, 5:10-kor keltem. Majd legközelebb. Volt élőadás, volt napfelkelte, volt jó idő. Amúgy az idő, képzeld, hazaértem, és elkezdett befelhősödni. Látod? Már talán el fognak menni, hát az nem nagyon jó. Már azt mondták, hogy lehet, hogy lesz egy kis zápor később, majd meglátjuk. Na minden, úgyhogy most megreggelizek, nem más fogok enni, mint tojást, sonkást, tojást, ilyen sült tojásos sonkát. Utána valószínűleg már nem sokára elmegyek, lesz mondjuk egy kicsit magamhoz térjek, és... Te mit csinálsz? A szomszédok nem hiszem, hogy annak örülnek ám. Nem baj, kutya van ott amúgy fel, az meg minden éjszaka rohangál és dobálja a labdáját, pattog össze-vissza. Úgyhogy a szomszéd nem szólhat semmi se, ugyanis ők is hangosak, meg más, mondjuk a másokat nem olyan hangosak. Ezek itt mellettünk, meg mostanában nem nagyon hallani a szomszédokat. Régen ugye sok baj volt a szomszédokkal, mindig üvöltöztek, meg zenét hallgattak. Úgy látszik, mindenki elköltözött, ugye ahogy mi is járfunk, úgyhogy csönd lesz itt az emeleten. A Davis nem fog ugrálni, ugye? Na ugye? Hogyha most gyors megregelizek, mert éjszak. Sétálunk, nem mással, mint a Davis-szel. Hello! Nem figyel. Közben megzvanyoztam, meg orotválkoztam, elvágtam magamat szokás szerint. Ugyanis új a pengém. Múltkor valaki azt mondta, azért vágtam el magamat, mert régi a pengém, új a pengém, 2-3 napja cseréltem meg körülbelül. Megint siettem. Általában mindig sietek orotválkozni, és akkor elvágom magamat. Az időközben elkezdett befelősödni, látjátok? Úgyhogy még a végén délután reggel az első, de talán nem. Jelenleg sétálunk, mutatom. Arra kifelé, és hogy hova fogunk menni, nem tudom. Ugyanis ma minden zárva van, mert ugye péntek van, ahogy mondtam, ez a nagy péntek van, ez a húsvéti péntek. A mozi az nyitva van. De gondoltuk, hogy eljövünk egyet a Davis-szel, ugyanis a feleségem addig felmos, elkezd pakolászni, ugyanis a Davis mellett ugye nagyon nem lehet, úgyhogy én addig eljöttem vele. Lucas otthon maradt, Lucas jelenleg bent a szobájában, mondtuk neki, hogy ő is kezdjen el pakolászni. Mi van, megállunk? Még eljöttünk, nem le, oda leülünk, rendben van. Még eljöttünk egyet addig sétálni a Davis-szel, hogy ők tudjanak pakolászni. Mi? Mert mi bepakolunk, a Davis meg kipakol. Bár a Lucas is futott be. A bokor. Bokor. Múltkor bepakoltunk, a Lucas meg kipakolt egy pár DVD-t, és ugyanilyen rendetlenség lett. Mit csináltál? Nevetted? A gyerek, eljünk fel. Jön a hangy, aztán belarap a seggünkbe. Gyerünk! Sétálunk! Legalábbis cipelem a Davis-t. Mutatom, megérkeztünk ide a bevásárlóba. És sehol senki, kivéve arra van egy pár autó. Nem is tudom, azok hol vannak, moziba. De ez a kávézó, meg az ilyen étkező nyitva van. Itt a mozi hátulja. Na, nézzük. Egy pár, ezek az étkezők zárva vannak. Egy-kettő nyitva van, amikor az a kávézó az nyitva van ott. Úgyhogy megyünk tovább. Ott vannak ezek a pálmafás növényzetek.
Megyünk tovább, minden zárva van, látod? Megálltunk egyet az autónál, a Davis vezetni fog, úgy döntött. Én még addig pihenek egyet, ugyanis cipeltem a segét egy darabig. Hova megyünk? Hova mész? Jönk, vagy mit csinálunk? Még mindig vezetünk? Komolyan mondom, olyan üresek bevásárló, eltűnt minden ember mindenhonnan, csak mi vagyunk itt ketten a Davis-szel. Semmit nem lehet hallani, kivéve azt a szökőkukot adná a fanövényzetnél. Ott. Ezen kívül semmi. Meg a Davis, hogy itt brümmög. Mi? Megyünk? Gyere! Menjünk tovább, nézzük meg a többi játékot. Ezek most azért jók, hogy itt nincs senki a bevásárlóba, és bármire fel tud ülni a Davis. Bármire tudna menni, kivéve elfelejtettem hozni magammal apró pénzt. És mivel minden zárva van, ezért nem tudok sehol se váltani. Úgyhogy csak itt brümmögünk meg, vagyis a Davis itt brümmög meg tekergeti a kormányt. Mit csináljunk délután? Brum, ja, sok gomb. Megjöttünk a következőhez, ez a Tomaszos vonat. Itt is üres minden. Tudom, mit gondolkodtam? Azon gondolkodtam, gondolod, hogy milyen jó lenne ilyenkor mondjuk körülnézni minden boltba, ha minden nyitva lenne, csak te lennél benne egyedül, és nem tolonganak az emberek, nem löktösnek, szép nyugodtan mindenhol be tudnál menni, körülnézni. Milyen kényelmes lenne, mi? Ja, csücsű, nagyon megyünk? Ja, menjünk. Hozzáérkeztünk, a Davis készülődik aludni, ugyanis elfáradt, ha kezdve hazajöttünk, és így nézte a tévét, lefeküdt a földre már, ugye ez annak a jele, hogy kezd álmosodni, kérdeztük tőle, hogy el akarsz menni aludni, átlába ráz a fejét, hogy nem mondott semmit se. Úgyhogy most eszik egy kis szőlőt, mert meglátta a szőlőt, azt mondta, kér szőlőt, azt utána elmegy aludni. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem. Holnap, ne felejtsétek, valami 5 újból indul. Mostantól minden szombaton 4 héten keresztül, ugyanis 4 részt sikerült elkészítenünk. Minden szombaton lesz nyereményjáték is, sorsolás valószínűleg 7 közepén lesz majd valamikor. Előre is mindenkinek kellemes húsvétot szeretnék kívánni, bár majd kívánok kellemes húsvétot vasárnap is, ugye húsvétkor. Mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!